Az MB2-ben első helyezést elért székesfehérvári rögbi csapatot látta vendégül a Városházán Cserpalkovics András. A kiváló eredménynek köszönhetően a sportolók már biztosan ott lehetnek az osztályozón, a cél pedig az NB1-ben való szereplés kiharcolása. Ha azt látjuk, azt halljuk, azt tapasztaljuk, hogy ennek a csapatnak a döntő része a székesfehérvári, itt nevelkedett, az itteni utánpótlásból nőtt ki, abszolút a saját szabadidejük terhére végzik ezt az egyébként nagyon szép, de kemény sportágat, úgyhogy mindenképpen példaértékű ez a munka, és egy ilyen beszélgetés arra is, hogy mindig felmérjük, hogy miben tudunk segíteni, városként is, illetve közösségként is. Itt elhangzott a toborzás fontossága, hogy várják a fiatalokat, akár más sportágokból is érkezvén, hogy válasszák a rögbit és itt Székesfehérváron. A csapat kapitánya szerint a sikertitka az volt, hogy összeszokott játékosokról van szó, és sok-sok felkészülés előzte meg a mérkőzést. Nagyon régóta építkezünk már, több mint 4 éves folyamat ez a győzelem. Nagyon jól összehangoltuk a régi játékosokat és az új feljövő játékosokat. Ennek az elejének a végkövetkezménye ez a győzelem szerintem legalábbis. Csörgei István hozzátette, mindenkit szeretettel várnak a csapatukba már 10 éves kortól. Az edzésekben minden kedden, szerden és csütörtökön délután 5 órától lehet betekinteni is, ha pedig valaki kedvet kapott, be is kapcsolódhat a játékba.